Jó. Szünet. Én ezt nem bírom. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb vlog. Február 10-e csütörtök reggel 8:30 van. Szóval azért nézek ilyen fáradtnak. És ma kezdődik Andi és Sanna által szervezett romantikus readathon, ami 10 napon át fog tartani, vagyis 11, mert 10-e és 20-a között most. És igen, nem csináltam az ilyen TBR, meg ilyen olyan dolgokat, de úgy gondoltam, hogy levlogolom, mert inkább levlogolom, mert annyira ilyen kaotikusan állítottam össze magamnak, hogy mit akarok elolvasni februárban, így a romantikus readathon tekintetében is, hogy fogalmam sincs, hogy mi az, ami ténylegesen bele fog férni, és mi az, amire nem lesz kapacitásom. Úgyhogy most ennek a videónak az elején egyébként a hajamat ignoráljátok, mert borzasztó, azért tettem fel ezt a cicafület, ami kicsit ilyen disznófüles, hogy ezzel átszázzam magamat. Láttak egy kupac könyvet, ez itt majdnem a TBR-om, amikből tudok válogatni. Úgyhogy nézzük át ezeket. Nem fogom felsorolni a prompt listát, a lényeg, hogy a romantikus readathon alatt egy bájtalt, egy szerelmi bájtalt kell összeállítani, aminek van színe, íze, illata és egy neve. Tehát gyakorlatilag maximum 4 könyvből lehet összeállítani, minimum 1-ből kell, ugyanis nagyon jól találták ki a csajok, mert hogy vannak, meg lehet szerezni egy-egy tulajdonságot nem olvasós tevékenységgel is, úgyhogy nekem például az íze az, ami nem is néztem, hogy melyik könyv melyik pontra jó, tehát én abszolút ilyen vakon megyek bele ebbe a readathonba, mert mint hogy így nem tervezgettem. Azt tudom, hogy holnap muffint fogok sütni, tehát amilyen íze lesz annak a muffinnak, olyan lesz a bájtalom íze is. Mert az ízt meg lehet szerezni azzal, hogy eszel valami nasit, vagy iszol valamit. És azzal lehet ízt, úgyhogy ha sütök muffint, akkor ilyen csokis epres muffinszerűséget akarok sütni, úgyhogy az lesz majd az íze holnap. Igen, úgyhogy van egy csomó könyvem, és igazából valahol mindegyik jó, de 11 nap alatt végül is el lehetne olvasni, csak úgy, hogy közben nem feltétlen vagyok benne biztos, hogy el tudnám olvasni ezeket a könyveket, csak akkor semmi más nem csinálnék másfél héten keresztül, ami lehet nem lenne jó, mert be kell járnom órákra is, meg ilyenek. Szóval, az egyik könyv, amit nézegettem egyébként, az Evelyn Hétférje című kötet, viszont én azt elkezdtem még a readathon előtt, kb. Egy héttel hangoskönyvben hallgatni, pont egy héttel ezelőtt kezdtem már hangoskönyvben hallgatni egyébként, úgyhogy azt így már ide nem hozom, a readathon alatt fogom hallgatni, de úgyhogy már lehet fogok róla kommentálni. Na mindegy, igen, igazából ez a TBR kicsit megnőtt, mint ahogy terveztem, mert én eredetileg amúgy azt akartam, hogy ez legyen az egyik könyv, de így hirtelen készítést éreztem romantikus könyvet olvasni, vagy ilyen könnyed könyvet olvasni. Még a readathon előtt, és ezt befejeztem egy nap alatt, úgyhogy igen. És mivel befejeztem ezt a könyvet, a Scarletet, ezért úgy volt vele a szervezetem, hogy én most ilyeneket akarok olvasni, úgyhogy még adj ilyeneket, és most csak ilyenekhez van kedvem. Akkor nézzük azt, hogy valószínűleg mit fogok olvasni a héten. Egy tuti fix könyv van, amit ha elolvasok, akkor meg tudom csinálni a bájtalomat, ez pedig nem más, mint a The Love Hypothesis. Elie Hazelwoodtól, ami rengetegen kampányolnak mellette, úgyhogy úgy voltam, hogy mutassátok, mit kapok ezzel. Elárulom, én most már elkezdtem most reggel olvasni, egy darab fejezetet elolvastam, a prológust elolvastam belőle. És én úgy érzem, hogy ez nekem nagyon fog tetszeni. Főleg, mert oké, én nem PhD-re, nem PhD-re akarok menni, vagy nem akarok PhD-re menni, de így ezt az egyetemi kiégést, ezt abszolút érzem. Úgyhogy most ezzel meg lehet venni. És ez a könyvben benne van már most, ez úgyhogy így mondtam, hogy ez jó lesz, úgyhogy ez az egyik. Ez ilyen TikTok szenzáció, azt hiszem, de egyébként az a poén, hogy én szerintem egy darab TikTok videóban nem láttam. Mindig az Akotár dobja föl nekem a TikTok, hiába mondom neki, hogy nem érdekel, de ezt szerintem nem láttam abszolút TikTokon, inkább Instagramon. Meg Andinál, meg Sannánál, meg Pannónál. Úgyhogy igen.
De most már csatlakozok a klubhoz ezzel az olvasással, és ezt be is csukom közben. Aztán van még itt egy ilyen kupacom. Szóval az egyik könyv, amit kivettem könyvtárból, mert egyébként nagyon régóta rajta van a várólistámon, és Eszti valamikor elejtette egy ilyen félmondatot, hogy ez az egyik legjobb romantikus J.A. könyv, amit valaha olvasott. Julie Buxbaumtól, ha így kell mondani a nevét, a három dolgot mondj. Úgyhogy ezt megszereztem könyvtárra. Szegény kicsit harcias állapotban van, vagy leharcolt állapotban, de nem baj. Majd próbálom visszatéríteni, hogy nem szeretem, mikor a könyveknek így meghajlik a gerince. Én, mikor voltam könyvtári gyakorlaton, akkor konkrétan, mikor rendezgettem a polcokat, mindig próbáltam úgy beállítani a könyveket, hogy egyenesen álljon a gerincük, hogy ne ferdüljenek el. Amúgy abszolút fogalmam nincs már, hogy ez a könyv miről szól, csak azt tudom, hogy el akartam olvasni annó. Föltettem várólistára, azóta még nem olvastam el. És így előre vettem, mert benn volt a könyvtárban, Eszti azt mondta, hogy jó, úgyhogy mondtam, hogy jöhet, akkor kivesszük, és ráadásul nem megterhelő szövegmennyiség van benne, úgyhogy ez valószínűleg még ez is bele fog férni 10 napba biztosan. Igazából csak azért vagyok ilyen bizonytalan, ugye ez 20-án fog véget érni, és közben a BookTube könyvklub közös könyvét is olvasnom kéne, ami ez. Szóval ez alatt a ridató alatt ezt is fogom olvasni, csak ez nagyon nem romantikus és nagyon nem könnyed, úgyhogy... Úgyhogy közben így beiktatom majd a romi könyveket, de szigorúan véve nem tartozik a ridatonos olvasásaim közé, szóval ez valószínűleg bele fog férni. Amit eredetileg terveztem, az a Crazy Rich Asians, ezt csak azért vettem meg, hogy majd elolvasom a ridaton alatt, viszont ez a könyv hosszabb, mint én számítottam rá, és igen kisebb betűmérettel van írva, mutatom, hogy látjátok mennyi szöveg van egy oldalon? Borzasztó. Na jó, nem csak. 10-11-es betűméret lehet maximum, szóval ez kicsit megijesztett, de hát ha belefér, nagyon szeretném, mert a Crazy Rich Asians nagyon régóta szeretném olvasni, amióta láttam a filmet azóta, és most már megvan ilyen szép kiadásban is, úgyhogy hát ha. Na a következő az a Cress, a Holdbéli Krónikák harmadik része, már most elolvastam a Scarletet, amit eredetileg akartam a ridaton alatt, de hát az történt, hogy hajnalig fönnmaradtam olvasni, úgyhogy itt a Cress is még lehetőségnek, csak ez elég vaskos, mondjuk gyorsan meg lesz, mert most eléggé belebolondultam a Holdbéli Krónikákba. Illetve én, mivel romantikus és minden egyéb, és én most nagyon erős késztetést érzek ezért arra, hogy újraolvassam a Fangirlt. Úgyhogy ezt, ha nem is most, februárban, de ez valamikor idén újra lesz olvasva, most nagyon érzem, hogy ez kell a lelkemnek. Ja, úgyhogy ez lesz. Nem tudom azt, hogy mennyire fogom részletesen vlogolni, vagy mennyire lesz folyamatosan vlogolva ez a ridaton. Akár itthon sem leszek az egész alatt, de majd meglátjuk. Lehet nem kamerával, telefonnal, valahogy megoldom, úgyhogy megyek olvasni. No, már kb. 20%-ot olvastam a Love Hypothesis-ből, igen, hajat is mostam egyébként, úgyhogy most már normálisan fogok kinézni. 20, de rossz a szemem, és nem is magam mutatom, szóval 27%-nál vagyok a Love Hypothesis-ben. És olvastam volna tovább még, de úgy gondoltam, hogy akkor a hajmosás részét elintézem a dolognak, mert
Szerintem aranyat érne az arcom, úgyhogy megpróbálom magamat fölvenni megint kicsit, hogy hát ha látszódik, hogy milyen arcokat vágok, miközben olvasom ezt a könyvet. Egyébként eddig zseniális, imádom. Nagyon tetszik. Végigvigyorgom az egészet is. Őszintén a tökéletes romantikus könyv az, amit végigvigyorgok, úgyhogy ez eddig esélyes arra, hogy azt mondjam, hogy de még vissza van belőle 70%, úgyhogy még bármi lehet, de bizakodó vagyok. Jó, szünet. Én ezt nem bírom. Szép jó reggelt, romantikus readathon második napját kezdjük. Lab hypothesis update-elek. Ez a könyv 50%-ig annyira jó volt, de a második 50%-ban, mióta belekezdtem, kezdem úgy érezni, hogy az elkönyv olvasom lassan földhöz lesz vágva. És most éppen egy szex jelenet felénél tartok, ami igazán kellemetlen élményt jelent számomra, úgyhogy próbálok azon túl lendülni. Jaj, Istenem. Jó, nem. Próbálom kizárni a tudatomból azt a részt most, mert kicsit sok. És nem érzem indokoltnak, hogy ez így itt ennyire sok. Jaj, na mindegy, úgyhogy ja, pedig amúgy tök jó, de elvettem föl némi reakciót, amit már lehet láttatok most arra, hogyha értelmes a felvétel, mert telefonnal nem tudom mennyire lett normális. Úgyhogy, hát nem tudom, mi lesz még itt a végére, úgyhogy itt eléggé, most rezeg a léc alatt, most rezeg. Nem csak a szex jelenet miatt, volt egy-két dolog a második 50%-ba, amióta elkezdtem, most olyan 70 körül vagyok, de azóta volt egy pár ilyen dolog, amire így mondtam, hogy miért? Ez miért kellett bele? Eddig tök jó volt, a nélkül is meglettünk volna.
Hogy meglátjuk, mi lesz, mert eddig, nem tudom. Végolvasom, és megmondom, mi lesz. Majd akkor tudom a véleményemet, mert most vegyesek az érzéseim a könyvvel kapcsolatban. Aztán igen, aztán majd ma muffint sütök. Később. De olyan muffint, amilyet még nem csináltam, úgyhogy nem tudom, milyen lesz. Majd meglátjuk. Befejeztem a Love Hypothesis-t. Annyira kettős érzéseim vannak jelen pillanatban, mert a könyv első fele nagyon jó volt, és nagyon tetszett az egész hangulata, a sztori is rendben volt, vicces volt, cuki volt, érdekes volt, és aztán a második felében beletenyerelt abba, amit nagyon-nagyon nem szeretek, ez pedig a tipikus dolga az ilyen romantikus per erotikus regényeknek, hogy félre kommunikálunk. És nem állt jól ennek a könyvnek ez, mert tudósokról beszélünk, szóval. Na, amúgy se, nem hiányzott, tehát az egész könyvben tök felesleges volt ez a félreértelmezzük a helyzetet, de nem kérdezünk rá, és akkor ebből félreértések lesznek, és akkor gondolunk valamit, ami nem is úgy van, és tök egyértelműen nem úgy van, úgyhogy az egy kicsit irritált. Illetve az a két fejezetnyi szex jelenet, amit végig kellett szenvednem. Nem éreztem jól magam közben, nagyon nem. Valahogy... Mikor megláttam azt a mondatot, hogy Can I fuck you? És ez az a mondat, ami nálam instant kiveri a biztosítékot, amikor ilyen erotikus jeleneteket olvasok. Tehát ez az a mondat, amit nem vagyok hajlandó elnézni, hogy ott van egy könyvben. Nagyon nem szeretem ezt a mondatot. Én ezt nem tartom egy jó mondatnak. Ebben a helyzetben sem. Na mindegy, úgyhogy ez csak azért rossz, mert így a könyv befejeztével kicsit több negatív érzelem van bennem, mint pozitív, pedig az elejét nagyon szerettem, és nagyon jó volt, és nagyon pörgött a könyv, és akkor a második fele az már kicsit nehézkesebb volt pont emiatt, hogy már így jöttem, hogy már megint egy ilyen sztorit kell végigolvasnom. Tehát úgy is tudjuk, hogy összejönnek a végén, szóval miért kell ezt eljátszanunk? Miért nem lehet csak simán cuki, és lehet jó? Most így emiatt ilyen csalódottabb vagyok, mint amennyire rossznak éreztem a könyvet. Tehát, hogy nem éreztem rossznak a könyvet, csak most jobban a csalódottságom van felszínen, így a vége felé. Úgyhogy igen, úgyhogy olyan, hát most 4 csillagot adtam rá, meg majd megírom az értékelésemet, pedig tényleg nem volt rossz, de az a baj, hogy ha néhány dolgot kiírnak a könyvből, sokkal jobb lett volna, tehát mérföldekkel jobb lett volna, mint ezzel a... Jó, nyilván én a szexi jeleneteket kiszedtem volna instant belőle, de még azokkal együtt is sokkal jobb lett volna, hogyha ezt a félre kommunikációt egy az egybe kukázzuk. És nem tudom, miért szeretik ennyire ezt használni könyvekben, ezt a félre kommunikálunk dolgot, mert szerintem irdatlan módon idegesítő és utálom az egészet, ahányszor meglátom, ordítani tudnék és földhöz vágni a könyvet. Ez elkönyvolvasónál nem túl hasznos dolog. Mert ez kicsit jobban sérül, mint hogyha a könyvet így ledobom meg, hogyha az elkönyvolvasok. De igen, szeretem az egészséges kommunikációt, meg szerintem többet kéne könyvekben is ábrázolni, de mindegy. Úgyhogy ezek után a következő könyv, amit ezen a readathonon fogok olvasni, az a 3 dolgot mondj lesz, most el is kezdtem. Éppen csak beleolvastam, még semmit nem tudok róla mondani, úgyhogy most ezt fogom olvasni, de mindjárt megyek muffint sütni, úgyhogy... Ma az lesz az elsődleges tevékenységem.
Hát kb. Egy hét eltelt, miután legutóbb bejelentkeztem, csak épp menni kellett egyetemre, és közben is nem vittem egyetemre magammal kamerát, mert macerás hurcibálni. Úgyhogy ma péntek van, megint, csak már egy héttel később. És azóta elolvastam a három dolgot mondjat végig, és szuper cuki az a könyv, és nagyon jó volt. Az egyetlen problémám szerintem az, hogy angolul kellett volna olvasnom, mert az a bajom, hogy az ilyen ifjúsági könyvekben mindig annyira kínosnak érzem a bizonyos szavak magyar megfelelőjét, és ez még csak szerintem nem is a fordító hibája sokszor, hanem csak szimplán béna szavaink vannak az angol megfelelőkhöz, szóval én se tudnék, tehát el tudom képzelni, mi volt az eredeti szöveg, mikor olvasok angolul valami ilyen szlengesített fordítást, és azzal mindig az a bajom, hogy nem lehet jobban lefordítani néha. Szóval igen, ez egy kicsit így a hangulata ilyen szempontból furcsa volt, mert ugye ezeknek meg szokott lenni az a tulajdonsága, hogy néha ilyen gyerekes nagyon, aztán meg ilyen nagyon komoly hangnemű, meg nagyon nagy szavakat használ, és ez engem néha így ki tud téríteni, de amúgy meg nagyon-nagyon szuper cuki volt, és nagyon tetszett, és főleg amikor már így közeledtünk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy kicsoda volt a chat partner, akkor már így olvastam, hogy most már tudni akarom. Mert egyébként voltak tippjeim már az elején is, hogy vajon ki lehetett, és igazából kitaláltam, de aztán az írónő cseles volt és letérített a helyes útról, amikor több szereplőt is behozott, és akkor már testkétségbe voltam esbe, hogy de igazából egyik sem lehet. De aztán végül az lett, aki így a legelső gondolatom volt, és azért örültem neki, úgyhogy szuper cuki könyv volt, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Nem tudom, hogy fel fogom-e használni egyébként a bájtalomhoz. Ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából mindenhez csináltam nem olvasós dolgot is, és a life hypothesis lenne a Joker, hogy olyan nevet válasszak neki, amit akarok, úgyhogy majd kiderül. De még van 2,5 napom kb. És még a Crazy Rich Asiansnek. Csak azért neki akarok állni, mert most ilyen könnyed romantikus könyvkedvem van, tehát most ilyeneket szeretnék olvasni, úgyhogy a Fangirlt is újra fogom szerintem olvasni, a Crazy Rich Asians is most el fogom olvasni. Igazából a BookTube könyvklubos havi közös könyvben is szerintem van egy szerelmi szál, szóval akár még az is ide tartozhatna, de az nagyon nyomasztó azon kívül, szóval annyira nem ez a könnyed romi hangulat, de most nagyon élem ezt, úgyhogy igen. Most ez jó. És a muffinok nagyon jók lettek. És egyébként ezért mérges vagyok el mára, de mikor csináltam a muffinokat, mondta, hogy dehogy csak izé, ne csinálj meg az összeset ilyen eperlekváros turbózott verzióra, mert úgy csináltam, hogy csak is muffin, és akkor amikor tettem a tepsibe, akkor tettem bele eperlekvárt, és mondta, hogy ne legyen az összes olyan. Aztán kisült úgyhogy csak a felét csináltam olyanra. És kisült az eperlekváros is. Ha! Finom lett, úgyhogy gyorsan el is fogyott, igen. És az a baj, hogy azt akarom íznek használni, mert amúgy nem vadásztam ízeket, illatokat, meg szagok... Mi? Nem. Ízeket, szagokat, meg a szín se. A szín se tetszik, úgyhogy igen. Szóval szerintem minden nem olvasós pontból lesz teljesítve, kivéve a nevet. De nem baj, azért olvasunk romi könyveket, mert igazából úgy voltam vele, hogy nem feltétlen a bájital kinézetére fogok rámenni a könyvekkel, hanem inkább arra, hogy könnyed. Jó könyveket olvassak. Ma van vége a romantikus readathonnak, úgyhogy fölveszem a záró bejelentkezésemet hozzá, mert már nem fogok több könyvet befejezni. Tekintve vagy a Kőgazdag Ázsiaikból egy 60 oldalt olvastam. Még csak egyébként jó, csak nem volt időm többet olvasni. Úgyhogy nézzük. Szóval végül is 2 darab könyvet fejeztem be elejétől végig, ez alatt a 10 nap alatt, 11. Tehát a The Love Hypothesis-t, illetve a három dolgot mondjott. De ebből a bájtalomhoz csak a Love Hypothesis-t fogom felhasználni, vagy hát használtam föl. És a Love Hypothesis lett a neve végül, mert nem éreztem magam most annyira kreatívabbnak. Úgyhogy itt van a kis oldal hozzá. És akkor végül is a színét, azt kreatív alkotása, tehát ennek az oldalnak a létrehozására számoltam el, úgyhogy piros lett. Az illata az... Ez a gyertya lett, mert ezt égettem, de szerintem erről nincs felvételem. Ez az óriás virágcsokor, egyébként nagyon jó virágos kert illata van. Friss, tavaszias és nagyon fini. Úgyhogy ez lett az illata, mert nem vadásztam illatokat. Abszolút. Ízre teljes mértékben rákészültem, hogy a
csokis eperlekváros muffin lesz, úgyhogy az is lett. Úgyhogy ilyen csokis muffin, amiben van egy kis eperlekvár ízű, finom, az a lényeg, egy kis habbal a tetején, csak hogy tényleg full extrás legyen az ízvilág, és akkor a név a The Love Hypothesis lett. Igen, egyébként még a Readathon alatt, vagy az idei előtt kezdtem el, de alatta fejeztem be például az Evelyn hétférjét is, ami szintén nagyon jó volt. Az is romantikus könyv, úgyhogy így nagyjából beleszámítom, de igazából nem számítom bele, de hogy a felét kb. Most olvastam, illetve ugye a Kőgazdag ázsiaiak, amiből hát most fognak elindulni. Szingapúrba ott tartok benne. Meg egyébként megnéztem a filmet is belőle most, mert láttam, hogy fel van Netflixen, úgyhogy kaptam az alkalmon és megnéztem, de így nem használtam föl. De azért jó volt egy kicsit így romantikusabb hangulatban olvasni, úgyhogy szerintem ezt most meg is fogom ezt a vonalat tartani, hogy ilyen könnyedebb könyvekre nevezek be. Hétközben nem nagyon vettem részt a Readathonon most a héten, mert hogy nem voltam Szegeden, és így annyi volt az aktivitásom, hogy kiolvastam, akkor olvastam kilenc Szegeden a három dolgot mondjat, de nem baj. A Readire se jutottam el, ma még lesz egy zárólájabb majd. Azt szerintem tudom nézni, de igazából nem probléma, mert én ezt teljesen egy ilyen no stress Readathonnak fogtam föl, ahol amilyen a könyvkemping is volt, főleg így, hogy igazából egy könyv elolvasásával elég volt. Egy könyv elolvasása elég volt ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a bájtalomat, és minden mást kilőttem mással, szóval én teljesen elégedett vagyok magammal, meg így nem tettem magamra annyi stresszt, hogy tényleg végig kell olvasnom a teljes TBR-omat, hanem így igazából volt, amit elolvastam, volt, amit nem, volt, amit elkezdtem, és majd be fogok fejezni. A BTKK könyvet is tudtam olvasni, úgyhogy amiatt sem stresszelek, hogy nem olvasom ki. Úgyhogy igen, de nagyon élveztem, és nagyon jó volt, és nagyon jó ötlet volt Szannától és Anditól, hogy ezt így megszervezték, mert egy kicsit olyan mert visszahozták a kedvemet a romantikus könyvekhez egyébként leginkább, de így tényleg, úgyhogy most körülbelül csak ilyen tényleg könnyed, romantikus, gyorsan csúszós könyvekhez van kedvem. Ami nem baj egyébként, mert van ilyenem szerintem még. Egy, kettő, három kapásból azon a polcon. Ja, meg egy fangart is fogok még azért újra olvasni ezt. Ezt eldöntöttem, akkor azt kéne vinnem Szegedre. Még egyszer köszönöm a lányoknak én is, hogy ezt így megrendezték, szerintem nagyon jó volt, és még ha nem is tudtam annyira aktív lenni, mint szerettem volna, nagyon elvesztem az egészet, úgyhogy igen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!